Jó reggelt! Sziasztok! Na, hát a tekemet össze kellett pattintanom, mert hogy nem találtam a kamerámat, de most megoldódott. Sziasztok! Jó reggelt! Mai reggelen megint csak a sikerről fogunk beszélgetni, ugye ennek a sorozatnak az a címe, hogy a siker titkai reggelek, és ma olyan eszközökről fogunk beszélgetni, amelyek segítenek abban minket, hogy sikeres életet tudjunk teremteni magunknak. Hát, ha itt vagytok, akkor jelezzétek, mert hogy én a StreamYardból live úgyhogy nem látom mindig a hogy hányan vagyunk, de majd megírjátok. Á, a Zsuzsi itt is van. Jó reggelt! Sziasztok! Én késtem két percet, bocsi, mindenkitől, csak nem sikerült itt a tekemet olyan könnyen összepattintani. Most mindjárt megnézem, hogy mindenhol megy-e a live, és a telefonomat nem tudom, tettem. Ajaj, ajaj. Hát akkor lehet, hogy majd megkérem a Rékút, hogy osszam meg esetleg tegyem be mindenkit. Jó reggelt a... Itt a Rékúja, jól van, azt már látom. Szóval majd megkérem a Rékút, hogy tegyem be mindenkit esetleg a boldog közösség csoportban ezzel a mindenki, vagy everyone, vagy valamilyen teggel kukatca, kis kukatca. Na, sziasztok! Hát meséljetek nekem addig, amíg én belevágok a mai mondandomba, hogy, hogy milyen volt a tegnap reggel, hogy éreztétek magatokat, azóta hogy vagytok, jobban érzitek-e magatokat, mint tegnap előtt, szebb lette a világ, Remélem, hogy igen, szebb lett a világ mindenkinek, legalább egy kicsit, meg majd azt is írjátok meg nekem, hogy honnan néztek. Ígérem, ez a mai... Ó, oh, köszi, Réku. <laughs> Remélem, hogy ez a mai... Egy, e, ígérem, ez a mai live nem lesz annyira hosszú, mint a tegnapi. Tegnap egy kicsit elnyújtottam, emiatt mindenkit elnézést, de annyi minden volt bennem, amit szerettem volna megosztani veletek. Én köszönöm nektek, hogyha menet közben is megosztjátok ezt, ezt a live-ot, hogy minél többen megtalálhassanak minket. Um, hogyha nem hallotok jól, vagy nem olyan jó valami, akkor át tudtok menni YouTube-ra, ha YouTube-on vagytok, át tudtok a Facebook-ra, mert hogy kiment ez a live a YouTube csatornára a Facebookra is, és a Boldog Közösség csoportba is. Na, mielőtt még belevágnánk a mai témába, hogyha nem bánjátok, akkor pár dolgot mesélek nektek, hogy mi vár ránk a következő időszakban, mert lesz egy óriási eventünk, és hát reméljük, hogy óriási lesz. Ez pedig az nagy országos energiahúzás. És a, a, az energiahúzás, most készítettünk hozzá egy videót, és pont erről meséltem ebben a videóban, hogy hogy számomra olyan az energiahúzás gyakorlat, mint egy ilyen varázspálca. szerintem mindannyian vagytok úgy, hogy ah, de jó lenne, ha lenne egy varázspálcám, és akkor varázsütésre sikeres lehetnék, vagy varázsütésre megteremthetnék bármit, és egyébként, ha hiszitek, hanem van egy csomó olyan lehetőség, ami úgy, úgy működhet az életünkben, mint egy varázspálca, és például ilyen ez az energiahúzás gyakorlat, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy hogy energetikailag ráhangolódunk, összekapcsolódunk azzal a jövővel, amit teremteni szeretnénk, és egyrészt már ez az energetikai kapcsolódás elindít egy folyamatot, és maga az energiahúzás, ugye minden energia, ez a szék, amin ülök, ez energia, a pohár, amiből iszom, az is energia, a testem is energia, és a molekulák azok, amik összetartják a testedet. Vagy hát az az energia, amit te vagy, szóval a molekulák közötti tér. Bocsánat, ezt rosszul mondtam. Szóval te vagy a molekulák közötti tér. Ez az, ami összetartja a testedet is. És ö, mindennek van energiája. Van a múltadnak energiája, van a jövődnek energiája, és nem ilyen spirituális, ezoterikus nézőpontból, bár hogyha közel állsz hozzátok, akkor a szuper, de van, akihez kevésbé, hogy nem ilyen hulú dolog ez, hanem egyszerűen ez van. Minden energia. És az a klassz, hogy ha minden energia, akkor mindennel lehet kommunikálni. E, többek között. A Rékó bedobta ide a linket a, a Facebookra. Én lehet, hogy kimásolom, és azért fogom én is betenni, Rékó. vagy lehet, hogy nem tudom. E, Megteszed, hogy esetleg átmész a YouTube-ra, és is oda is beteszed, hogy várjatok, lehet, hogy én is meg tudom csinálni. Ne nekem egy másodpercet. E, én is felmegyek a linkért, és én is megosztom veletek, amiatt, mert, mert én innen a streamjárból, ha jól tudom, és megosztom, akkor beteszi nektek mindenhová. Igen, mert igen, meg is van, kitett a YouTube-ra is. Jó van, hogy azok is, akik a YouTube-on néznek minket, ne maradjanak le. no, és az a tervem, és szeretném, hogyha segítenétek nekem ebben, úgyhogy ez a ma reggeli felhívásom mindannyiunknak. Most képzeljétek el azt, hogyha tízezren legalább tízezren összekapcsolódunk egy bizonyos időpontban, és együtt megcsináljuk ezt a gyakorlatot, ami úgy fog, olyan lesz, mint egy meditációs gyakorlat végül is, fogunk relaxálni, ráhangolódni a testünkre, csinálni falaklengedése, kiterjedés gyakorlatot, együtt végtelenre kiterjedünk, és ebből a végtelen térből, ahol már nincsenek ott a gondolataink, nézőpontjaink, ítéleteink, és minden, ami ami abban tart minket, hogy az életünk az ilyen picike, mert amikor ki vagyunk tágulva, végtelenek vagyunk, akkor sokkal um, olyan az, mint hogyha egy sokkal nagyobb tányérról tudnánk választani. Szóval, amikor megcsináljuk ezt a kiterjedést, utána elkezdünk majd elindulni abba az irányba, hogy mindenki a saját életében körül fog nézni, megnézi azt, hogy mit szeretne teremteni, túl azon, amit megengedne magának ebből a másodpercből. Mert ö, nagyon sokan azt csináljuk sajnos, és azért nem leszünk sikeresek, hogy ezt így nagyon érdekesen felfedeztem magammal kapcsolatban, hogy én régen kint laktam a 15. kerületben, imádtam, és oda úgy kellett kimennem, hogy elmentem a kis föld alatti vala Mexikói útig, és akkor onnan egy másik villamosra felszálltam, és akkor viszonylag sok megálló. Egy ilyen kis kertes város, és, vagy kertváros, és na, az elmém ma reggel nem dolgozik. Az agysejtseim azok, azok elmentek szabadságra, mert én még nem voltam, de ők meg úgy döntöttek amúgy már egy pár napja, hogy, hogy nekik ennyi elég volt. És Szóval mindig, amikor utaztam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi volt a valóságom, de tényleg ekkora. Szóval mint, bementem a, a spárba, volt ott egy spár nem messze, és mindenből a legolcsóbbat vettem. Bele gondolni, hogy én valaha, valamiből. Mindig megvoltak azok az élelmiszerek, amiket megvettem, ugyanazokat a dolgokat, próbáltam mindenes spórolni, hogy kijöjjek a havi fizetésemből. És amikor először hallottam erről az energiahúzás gyakorlatról, akkor volt életemben először az, hogy, hogy ültem ezen a villamoson, viszonylag több, sok megálló volt, legalább tíz megálló. Ültem ezen a villamoson, és egyszer emlékszem, hogy körülbelül fél járhattam, és így így, így eltűnöttem az életemről, és valahogy így megláthattam azt, hogy mennyire elképesztő, hogy el sem merek rugaszkodni attól a valóságtól, ahol éppen vagyok, nem is merek olyan dolgokat kérni, ami ami nem passzol azzal az élettel, amit éppen itt most élek. Szóval, hogy hogy, hogy nem gondoltam túl, nem mertem túlmenni azon, ahol most vagyok, és azt hiszem, hogy ez fog sokat segíteni ebben az energiahúzás gyakorlatban, hogy abban szeretnélek benneteket segíteni, hogy tudom, hogy sokan vagytok hasonlóan, vagy sokan kilátástalannak érzétek az életeteket jelenleg, vagy úgy nem látjátok annak a módját, útját, hogy hogyan tudnátok egy, egy nagyobb életet, vagy legalább egy kicsit nagyobb életet magatoknak teremteni, és az van, hogy ennek a megengedése, vagy en, en erre való ráhangolódás. Segít minket abban, hogy, hogy, hogy úgymond, ha ráhangolódunk erre a jövőre, akkor létrejön közöttünk a kapcsolódás, és ez a jövő elkezd minket húzni abba az irányba. De ha nincs meg a kapcsolódás köztem, meg e között a jövő között, amit teremteni szeretnék. Szóval, ha nem veszem fel vele a kapcsolatot folyamatosan, akkor akkor nem lesz meg ez a húzás, ezért mindig itt maradok a jelenben. Vagy hogyha folyamatosan kivetítek egy olyan jövőt, amit amúgy félek, ami félelmetes. Például nagyon sokan vannak, úgy lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, aki hajlamos arra, hogy mindig a legrosszabbra gondol, mindig a legrosszabbtól fél. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én voltam ott, csináltam ezt nagyon sokáig, és nagyon-nagyon fárasztó is volt másrészt. Most már azt mondhatom, hogy, 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 hogy minden olyan jövő, amitől annyira féltem, hogy bekövetkezik, az csak egy feltételezés volt. És ami nagyon izgalmas ezekkel a feltételezett, vélelmezett valóságokkal, hogy kivetítjük őket a jövőbe, ez lesz a nézőpontunk, ezért azt teremtjük meg, ezért valóságunká aktualizáljuk, mondjuk így. És ugye te is olyan valaki vagy, aki nagyon sokszor így feltételez dolgokat, hogy ú, uh, ha ezt teszem, ez is ez is ez lesz, ha ezt teszem, ez is ez is ez lesz. Vagy a gyerekkorodból referenciapontjaidból, azok a, 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 a referenciapontok azok, amikkel kapcsolódunk a múlthoz. Mondjuk a szüleink életéhez, a gyerekkorunkhoz, a nagyszüleinknek a választásaihoz, hogy mindenkinek a, a valóságaihoz. És ha van sok ilyen referenciapontod, amihez visszakapcsolódsz a múltba, akkor az lesz a teremtésed pontja. Az lesz a teremtésed alapja. Nem a végtelen lehetőségek. És csak nézzétek meg egy pillanatra, hogy mennyire választ el benneteket a sikertől az, hogy, hogy folyamatosan um, a referenciapontjaiddal kapcsolódsz a múlthoz. Sőt, van még egy másik kérdésem hozzátok. hányan kapcsolódtok? Valaki másnak a referenciapontjaihoz, ami nem is igaz nektek, de megállít benneteket abban, hogy sikeresek legyetek, vagy legyen egy sikeres életetek. Szóval hányan kapcsolódtok mondjuk a szülőitek referenciapontjaihoz? Ez is izgalmas dolog, mert nagyon sokszor, nekünk is vannak saját referenciapontjaink, de, de nagyon sokan. Szóval erre mondtam nektek tegnap igaz, hogy rengetegen éljük valaki másnak az életét hogy nem is a saját valóságunkat élik, nem is a, bocsánat, nem is a saját valóságunkat ég, nem is a saját életünket ég, nem is a saját életünket teremtjük. Én nagyon sokszor, amikor azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy mire vágyom igazán, mit szeretnék, most meghívlak benneteket is erre, hogy Tegnap már beszélgettünk azért úgy a sikerről, meg mi az, ami, ami elválaszt minket a sikertől. Most, most sokkal inkább abba az irányba fogunk menni a mai reggelen, hogy megnézni azt, hogy neked mit jelent a siker, mert itt vagyunk most 500-an élőben, meg valószínűleg megnézik még több ezren délután, munka után. Szóval itt vagyunk most ennyien. Minden egyes ember, kivétel nélkül, aki itt van, végtelen lény, ember, nevezük bárminek, mindenki, aki itt van, mindenkinek totálisan mást jelent a siker. De mi csinálunk? Mindannyian próbálunk egy elfogadott dologhoz igazodni egy valamilyen név válni, ami, amivel ez a világ egyetértett, hogy milyen amúgy sikeresnek lenni. Persze az lehet sok színű, de hogy megvan annak az energetikája, hogy mit jelent sikeresnek lenni. Én, amikor látok boldog embereket, akik nem feltétlenül gazdagok, ehm, hanem csak azt látom, hogy működik az életük, relaxáltak, nyugodtak, ehm, úgy, úgy tényleg élik, és mondhatjuk úgy, hogy megélik az életüket, számomra szám, szám, ez a totális siker mert lehet akármennyi pénzed, hogyha, hogyha, a vállalkozásod irányít, nem te. Hogyha, hm, hogyha lehet bármennyi pénzed, hogyha, hogyha te dolgozol a pénzednek. Lehet bármennyi bár, lehet bármennyire sikeres, lehet bármennyire sikeres a vállalkozásod, hogyha te dolgozol a vállalkozásodnak, és Kizigerelt téged ez az egész folyamat, vagy kiéget ez az egész folyamat. És szerintem nem saját dolgom, de hogy szerintem azt látom most már, hogy szerintem nem az a siker számomra, hogy, 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 építeni valami óriási nagy dolgot, hanem, hanem amit szoktam nektek idézni, nem tudom, hogy benne vagytok a brilliáns tagságban, hanem akkor elmondom itt is, hogy, Dénnek volt most, a dr. Dén volt egy tanfolyam itt Budapesten. Ő az Access Consciousness egyik társteremtője. És Dén, ebben a, kaptunk egy kézikönyvet, és ebben a kézikönyvben volt egy fantasztikus mondat, amiben azt mondta Dén, hogy My target is every single day, every single moment in every single day to create something that has never existed before. Hogy az én célom minden nap, minden percében az, hogy létrehozzak, alkossak valamit, ami nem létezett még korábban. És képzétek el azt, hogyha, hogyha mindannyian rá, csak hangolódj rá egy pillanatra, hogy milyen lenne minden nap, minden pillanatában alkotni valamit, ami nem létezett előtte. És én erre mondom, hogy mi van, nem az a célunk. Például nálunk az én vállalkozásomban nem az a cél, hogy minél nagyobbra növekedjünk, hanem az, hogy hogy együtt egy olyan csapattal, akik amúgy érdekeltek a teremtésben, mert nálunk mindig kihullanak azok, akik nem a teremtésben érdekeltek, vagy, vagy, nem érdekli őket egy nagyszerűbb jövő, valamilyen módon. Szóval nagyon klassz olyan csapattal együtt dolgozni, és olyan csapattal menni előre, akik abban érdekeltek, hogy hogy valami meg legyen alkotva, ami, Korábban még nem létezett. És az van, hogy amikor mi lenne, csak fölteszünk, oh, cselekvés, hol kezdődik kérdezni az Arnott, mindjárt mesélek neked erről, Arnott, csak bocsi, egy pár gondolatot még elmondanék, és köszi, hogy ezt behoztad, mert ez is egy nagyon fontos része a sikernek, és nem akartam én sem kihagyni ezt a cselekvést, úgyhogy köszi, hogy mondtad. Szóval szerintem, Érdemes arra ráhangolódni, és bocs, mindig azt mondom, hogy szerintem, hogy próbálok erről leszokni, utálom, hogy ezt mondom, mert hogy kit érdekel, hogy szerintem hogy van. Igazából oda akarlak benneteket elvezetni, hogy, hogy um, oda akarlak benneteket elvezetni, hogy hogy ti magatok ráébredjetek a dolgokra. Úgyhogy bocsi, azt mondom, hogy szerintem tekintsetek el tőle, hogy én mit gondolok. Ne ígyetek el nekem semmit. Ígyetek magatoknak. Szóval... Az egyik nagyon fontos dolog a siker, ez, hogy hogy hogy, hogy tud, hogy ebben a tíz másodpercben, itt és most, számodra mi lenne örömteli. És ez folyamatosan változik. Azért mondom ezt nektek, hogy itt ebben a tíz másodpercben, mert nem ebben a pillanatban, mert a pillanat az rövid, elillancs, itt volt, és már itt sincs. Tíz másodpercnek van egy nem túl hosszú, de nem is túl rövid ahhoz, hogy ne tudj választani. És amit én így érdekesen felfedeztem, hogyha hogyha tudod, hogy mit szeretnél, mondjuk, hogy milyen legyen az életed öt év múlva, hogy milyen legyen az életed tíz év múlva, hogy milyen legyen az életed ötven év múlva, érdemes kitekinteni távolabb jövőbe is, de hogy ha tudod, hogy mit szeretnél, milyen legyen az életed, akár csak energetikailag, nem biztos, hogy van egy konkrétum, hogy, hogy hogy látod magadat öt év múlva, nem tudom, sétálsz egy nagy házban, és öt gyerek fogja a kezedet, lehet, hogy, hogy egyáltalán nem jönnek ilyen képek, és ez teljesen normális. Nekem Nekem úgy ritkán jönnek képek, sokkal inkább ilyen energiák vannak előttem, hogy úh, uh, vagy nagyon szeretem azt a kérdést, hogy kivé szeretnék válni, mondjuk öt év múlva, vagy tíz év múlva, mondjuk akkor 42-től leszek. Hol látom magamat 42 évesen? És hogy ráhangolódok energetikailag, akkor látok ott valakit, aki nagyon nyugodt, nagyon relaxált türelmes, kedves, és, és, és totál tér. Nincsenek falai, másokról ítéletei nézőpontja, és hagyd mondjam el nektek, hogy nem tartok ott, úgyhogy ez az öt év sok munkával fog telni. Szóval a mai napig észreveszem azt, hogy ítélkezésbe megyek magammal másokkal, észreveszem azt, hogy rágom a gittett dolgokon, épp a minap feltesztem fel magammal kapcsolatban, hogy én egy ilyen laténa vagyok, imádom a traumadrámát, és um, Mondogatom azt folyamatosan, hogy mennyire utálom a problémákat, és hogy haj, de utál, én azt nem szeretem, amikor így nagy megbeszélések vannak, és meg kell beszélni dolgokat, és aztán azt veszem észre, hogy mégiscsak mindig ez visszajön az életembe, hogy ott vannak a nagy megbeszélések, ott vannak a drámák, ott vannak a het -het heti rendszeressége, valami történik, és és feltettem a kérdést magamnak tegnap, hogy igazság, mit imádok utálni? problémáimban. Ima, igazság, mit imádok utálni abban, hogy traumadráma van az életemben. És sejtem arra, hogy én, én, én egy ilyen olasz latina vagyok, vagy egy mexikói, vagy egy dél-amerikai, nem tudom, aki rossz kontinensre, vagy rossz országba született. Mert hogyha ránézek arra, hogy milyen vagyok valójában itt és most, a választásaimnak köszönhetően, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy latina vagyok. És hányan vagytok ki így, amit, és azt mondod, hogy de én ezt utálom, én utálom, hogy mindig veszekszünk, én utálom, hogy mindig ez van. És hogyha van benne energia, amikor mondhatod, hogy de én ezt utálom, akkor a kérdés az, hogy mit imádsz benne utálni. Ugyanis semmit nem csinálsz az életben, amit nem imádsz. És amikor például valakinek pénzügyi problémái vannak, vagy nem jön a siker az életében, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mit imádok utálni ebben? Mit imádok utálni a pénz problémáimban? Mit imádok utálni abban, hogy nem vagyok sikeres? És az a helyzet, hogy a legtöbb ember, akinek fölteszem ezt a kérdést, amikor mondja, hogy utálom ezt az egészet, és mondom, hogy de mit imádsz benne? Én nem imádom, most mondom, hogy utálom. Biztos ez. És ha valaki ügyes és okos, akkor hajlandó arra, hogy megálljon egy pillanatra, és sebezhető legyen, és azt mondja, hogy basszus. hogy én ezt újra és újra és újra és újra, és újra teremtem az életemben, akkor létezhet-e az, hogy valamit kell, hogy imádjak ebben? Mert ha újra és újra és újra teremtem, akkor van ebben valami is. Tudjátok mi a legizgalmasabb, hogy nagyon sokszor azt imádjuk utálni, vagy legtöbbször az ad nekünk energiát, hogy, utá, hogy utálhatjuk, imádjuk, hogy utálhatjuk azt a dolgot. De nagyon sokszor imádjuk azt, hogy nincs pénzünk, mert megállíthatjuk vele magunkat. Tehát, hogy hányan köteleződtetek el, vagy választottátok azt, hogy döntöttétek el valahol az életeteknek valamelyik pontján, hogy ti nem lesztek sikeresek. Vagy, hogy ti soha nem engeditek ezt megmondatoknak. Vagy, hogy mindent elkövettek, hogy megállítsátok magatokat. Lehet, hogy mondok nagyon egyszerű példákat amúgy, tök durva, és ez annyira ez a végtelen lehetőségeknek egy nagyon nüansznyi része. De nagyon sokan, például sokunkkal történt például olyan, hogy megszülettél egy családba, és konkrétan a születésed pillanatában képbe voltál, hogy na, én ide nem illek be. És nagyon sokszor van az, hogy megjössz, és van veled valami. Szóval van benned erő, van benned potenciál, úgy, úgy megérzékelik, lehet, hogy volt nagyobb testvéred, megérzékeli, hogy ajaj, na ez a lény, ez veszélyes rám nézve. És elindul egy energetikai folyamat, és mivel te azt szeretnéd, hogy téged mindenki kedveljen, szeressen, ezért te azt sajnálod energetikailag, hogy elkezded elzárni a csapokat. Ajaj, jó, akkor nem szabad önmagamnak lennem, itt nem szabad ennek a végtelen potenciálnak erőnek lenni, mert a testvéremettől kevesebbnek érzi magát. Vagy érzékeled azt, hogy bajba fogok kerülni. Hány olyan testvér van, akik titokban biztos, hogy ti is tudnátok erről mesélni, hogy a testvéreddel harcoltál, ütöttétek egymást, vagy harcoltatok a szobában, ahol senki nem látta, vagy akár mindenkinek a szem láttára. De nem kell, hogy ez így legyen. Az is lehetséges, hogy nem tudom, volt egy... Például nekem uh, meghalt a bátyám mielőtt én megszülettem. Kisbaba volt. És, és én ebbe a gyászba jöttem bele. És én, én konkrétan tudom azt magamról, hogy én azért jöttem annó, és utána meg a testvérem is ugyanezért jött a Veronika, hogy a szüleinket meggyógyítsuk, meg mindenki mást is. És hogy mindenki ne... Én, én azért jöttem, én ilyen udvari bolond voltam egész gyerekkorom, hogy mindenkit szórakoztassak. Ő meg azért jött, mert ezzel a végtelen kedvességével, nyugalmával um, egy másik teret hozott létre. Én mindenkinek báboztam, hogy gyertek, érezzétek jól magatokat, ő, ő pedig csak ott volt ez a végtelen tér. És látva ezt így utólag, látom nála is, és saját magamnál is azt a folyamatot, hogy mind a ketten elkezdtük levagdosni a részeinket, mert bejöttünk egy olyan helyre, ahol ez nem volt oké. Okay, ez Nem volt szabad. És hányan vagytok így, akik bejöttetek egy olyan helyre ezzel a végtelen energiával, végtelen potenciállal, és azt mondtad, hogy új-új-új-új, nem szabad. És akkor vannak ilyen pontok, ahol eldönti az ember, hogy ez nem szabad, ez nem helyes, ez nem lehetne így, és akkor elkezdünk létrehozni olyan helyzeteket az életünkben, amivel biztosan mehetünk, hogy nehogy véletlenül önmagunk lássunk, és akkor jönnek azok a párkapcsolatok, ahol a narcisztikus pároddal nem tudsz mit kezdeni, ahol a másik fél egyáltalán nem érdekelt abban, hogy te önmagad legyél, hogy te önmagadból több legyél, és belemész ezekbe a kapcsolatokba, és garantálva van neked a sikertelenség, mert ő biztosra megy abban, hogy mindig elvegye az erődet, hogy sikeres lehess. És nézzétek meg azt, hogy hányan vagytok úgy, és hogyha most mondjuk csak ránézek magamra, maga tesómra, meg mondjuk a gyerekkorunkra, akkor mondjuk mi biztosra mentünk abban, de aztán semmi nem tudott minket megállítani, hogy egy olyan helyzetet válaszunk, ahol sok minden történt, mert ott sok energia megmozdult, és és mondjuk mind a ketten mondhatom azt, hogy mire eljutottunk oda, hogy kikerültünk otthon, mondjuk 18 éves korunkra, addigra, addigra mind a ketten ott álltunk, hogy úristen, hát mind a ketten éberek voltunk egy nagyobb jövőre, ugyanakkor ugyanakkor fogalmúsa volt, hogy mi csináljunk, és sokkal erősebb volt bennünk az, a, az az energia, hogy megállítsuk magunkat bármivel, amit választhattunk, mint sem, hogy... Hogy önmagunkra találjunk. És az van, hogy amikor megszületsz, és ott van benne ez a dolog, és, és, és hogyha. És hogyha mégiscsak, ugye, tudjátok, hogy jön az új könyvem, Úristen, ide kéne hoznom a borítóját, ott van a borítóját, elfelejtettem ide rakni. Tegnap voltam a nyomdában, ki már a borítóját nyomtatja, se telefonom, se borító. À, nem érek el oda. Um, Ugye a könyvemnek az lesz a címe, hogy mi az az élet, ami élni akar benned. És ez a könyv pont erről szól, egy ilyen kis biblia lesz, tele eszközökkel és dolgokkal, ami ami abban fog segíteni az olvasónak, a végigvezetve a saját történeteimben egyfelől, a saját történeteimben, de mégis a saját életén, eszközöket kínálva hozzá, hogy ránézhessen arra, hogy ő, ő, az ő életében mik vannak. Mik azok a, azok a, azok a pici helyek, a nagyobb helyek, ahol ahol a saját választásai mentén mégiscsak megállítja magát, meg az egész életét. És hogyha, és az van, hogyha ott voltál gyerekként, vagy, vagy tök mindegy, lehet, hogy nem kisbabakorodtól, hanem lehet, hogy később, lehet, hogy családod nem szokta, szokta Dén mondani, hogy a family szó azt jelenti, hogy fucked up, mainly interested in limiting you, hogy elcseszettek akik abban érdekeltek, hogy megállítsanak téged. Tudom, hogy nem mindenkinek ilyen a gyerekkor, vagy a családja, és persze ez is csak egy vicces dolog, de, de, de nagyon de előfordulhat az, hogy később, felnőtt korodban jöttek ezek a dolgok, ahol biztosra mentél abban, hogy megállíts magad. És nézzétek meg azt, hogy mennyire jön ez abból a legtöbbünknél, hogy amúgy elképesztően potensek vagyunk, hogy rengeteg energiaképesség minden lenne bennünk. És hogyha nem lenne ez az állandó butítás, mondjuk a médiából ez a rengeteg hír, ez a rengeteg megfélemlítés. Azért, hogyha megnézel egy híradót utána, szerintem nem érzed azt, hogy meg tudnád váltani a világot. Leginkább azt érzed, hogy van-e itthon valamilyen szerszám, amivel meg tudom ölni magamat, mert majd biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ti is észrevettétek azt, hogy, hogy, hogy meghallgatod a híreket, hogy hallasz bármilyen információt, akkor, akkor le, hogy én így vagyok vele, hogy nekem olyan érzés minden alkalom, mint, hogy bejönnének az elefántok, és rájönnének a fejemre. És én annyira durran éber vagyok, nem tudom ti, hogy vagytok mert Régen átjártam a szomszédaimhoz, még amikor a balesetem után voltam, és uh, szokott menni a tévé, hang nélkül, és mentek a hírek, és volt olyan, hogy átmentem, és mondom, miért vagyok ilyen ideges, olyan feszült, hogy alig kaptam leveget, mondom, de mi, mit olyan feszült lettem, ami, mint hogyha valami fura dolog történt van, Tudjátok, amikor valami nagyon rossz dolog történik, hogy megérzed, hogy valami nagyon rossz dolog történik, de hogy nem tudod még, hogy mi. És egy idő után rá kellett jönnöm, hogy ment mögöttünk a tévé, bekapcsolva ugyan a hang nélkül. És én nem kell hallanod, minden energia, az elsődleges nyelved az energia, elég, hogy csak ott megy a háttérben ez az egész, és éber vagy arra, hogy mi történik. És én ezért mondom nektek, hogy az én kihívásom nektek az, hogy egy évig nem nézzetek tévét, at least. Én például minden ilyen, minden olyan ismerősömet is lebannolok, aki ilyen cuccokat oszt meg, aki nem, aki nem olyan dolgokat oszt meg, ami, ami inspiráló, ami, több lehetőséget teremt, ami, amitől azt érzem, hogy ah, de jó, még ha csak nevetek egy kis kutyás videón, vagy egy kis macskás videón, azok jöhetnek, de minden más, ez a politizálás, állásfoglalás, ez a nekem kell, hogy igazam legyen, annyira összehúzó energia szerintem, és ez van, hogy itt vagyunk egy csomóan, akik meg úgy vagyunk, hogy menjünk már, haladjunk már, csináljuk már, legyen már valami, valaminek lennie kell, és ezt akartam nektek mutatni, hogy itt vagyunk, lehet, hogy valami történt veled, lehet, hogy már veled is megtörtént, akár gyerekkorodtól ez a folyamat, amiről meséltem. Hogy te is éber lettél erre, hogy ó, oh, basszus, igen, én azt hiszem, hogy már egész kicsi gyerekként rájöttem arra, hogy nagyon más vagyok, mint ők, és ez nem, ez nem welcome, ez nem üdvözölt. És hányan vagytok, hogy megjöttetek a családba, és mondjuk akár egy nagybácsid, vagy egy bárki megérzékelte a potenciált benned, de neki de neki nem lett volna kényelmes, ha te több leszel, mint ő. Ő addig érzi jól magát, amíg neki van több pénze, amíg ő ad több, valamilyen szempontból. is. nagyon sokan úgy voltunk valahol az út során, hogy óó, oh -oh, nem lehetek több. Nem lehetek. Maradjunk mi kicsik. Maradjunk mi, jó, oké. Okay. El, inkább elrejtem azt, ami bennem van, elrejtem minden, minden részemet, csak ők legyenek nyugton. És szerintem van az az életünkben az a pont, amikor eljön az a pillanat, amikor azt érzed, hogy wow, um, na, elég volt ebből. Amikor elkezd túl kicsi lenni a doboz. Amikor az élet, ami élni akar, benne, de benned, elkezd nem békén hagyni többé. Hogy csak megjelenik egy este, aztán kettő. Aztán lehet, hogy egyfajta ilyen iridtség formájában jelenik meg, hogy így látsz másokat élni alkotni, teremteni, és így azt mondod, hogy te jó neki, és azt hiszed, hogy ír, így vagy. És szeretném, ha tudnátok, hogy annyira durva, hogy egyáltalán nem vagyunk elcseszettek. Szóval azt gondoljuk a legtöbben hogy hülyék vagyunk, idióták vagyunk, rosszak vagyunk, valamilyenek vagyunk, de nem igaz. Ugyanis a legtöbb éberségünk az mind abból fakad. A legtöbb ilyen érzésünk az abból fakad, hogy éberek vagyunk valamire. A legelső pillanatban. És a legtöbben az irigység az valójában nem is irigység, hanem az történik, hogy hogy meglátsz valamit, amit tetszik neked. Ez lehet valakinek az élete, az autója, a teste, a bármilyen. És az első dolog ilyenkor a legtöbbször, ami megjelenik, hogy nekem is lehetne ilyen. És akkor olyan, mintha ez egy Y-elágazás lenne. Itt van az éberség az elágazásnál, és két irányba indulhatsz el. Elindulhatsz abba az irányba, hogy irigy leszel, nekem úgyse lehetséges, de jó, neki kapja be. De mától, a mai reggeltől elindulhatsz abba az irányba, és hogy wow, megjelent ez az érzés, igazság. Nekem is lehetne ilyen életem? És elindulsz a másik úton, ahol kérdéseket fogsz feltenni, hogy oké, okay, akkor mit kellene ehhez választanom? Mit kellene ehhez tennem? Mit kellene ehhez megváltoztatnom? Mit kellene ez elengednem? hogy ez legyen az életem. És ezt hívjuk például energiashoppingnak, hogy legközelebb azt hogy irigy vagy, ne engedd el az irigység érzését, fog meg azt az energiát, és tegyél magad elé egy ilyen képzeletbeli bevásárlókosarat, amiben beleteszed azt a dolgot. Ez lehet csak egy energia, hogy valaki könnyed a pénzzel. Ez lehet, hogyha mondjuk nő vagy, és nem tud befogadni a segítséget férfiak, és látsz egy nőt, aki utána meg mindenki visz mindent, és mindenki segíteni, akkor azt mondod, hogy na, ebből én kérek. És beleteszed azt is a bevásárlókosaratba. És éled az életedet, ugyanúgy. És csak azt fogod észrevenni, hogy, hú, az is tetszik, belerakod. Hú, az is tetszik, belerakod. És ez egy izgalmas dolog, mert ha látsz egy párkapcsolatot, ahol cukik, vagy úgy valami van, úgy, hm, na, én is szeretnék. Valószínűleg az egész cucc nem működne neked, úgy, ahogy ők élnek, léteznek, teremtik az életüket. De lehet, hogy van egy-egy része ami tetszik. Megérintette, megsimogatta, de menjünk vissza a pénzhez. Ha látsz valakit könnyedén kiadni pénzt, vagy könnyedén befogadni pénzt, akkor mondasz, hogy na, azt kérem, köszi. És csak belerekodok is bevásárlókosatban. Ezért mondtam, hogy gyertek el augusztus 22-ére este hétkor, és ráadásul, ha megnézitek az energiahúzás oldalát, akkor azt is láthatjátok, hogy, hogy inspiráljunk benneteket, hogy tényleg legyünk tízezrem a regisztrációs rendszerünk figyelni fogja, hogy mennyinél tartunk, most hamarosan elérik az 5000 és hogyha 5000 leszünk, akkor megint kinyílik egy ajándék. A 3000-nél már kinyílt egy ajándék, ezek mind az én hanganyagaim, de nem ilyen rövidebb hanganyagok, hanem az a kedvenc workshopjaimnak, egy-két órás workshopoknak a hanganyaga, és már kinyílt egy ajándék. Ha elérjük az 5000 ki fog nyílni még egy ajándék, viszont ha elérjük a tízezret, akkor nyílik a legjobb ajándék. Úgyhogy gyertek, és hívjatok meg másokat ezt a linket el, is tudjátok küldeni egyébként bárkinek. És, és gyertek élőben augusztus 22-én este 7 órakor, ha, ha regisztráltok a, az energiahúzásra. Ha felmentek a weboldalunkra, a huponnikolett.comra, ra akkor ott ki is van nekünk most az oldalunkra előre, hogy energiahúzás, és hogyha regisztráltok ott, akkor meg fogjátok kapni e-mailben az összes ajándékot, meg az összes dolgot, majd a linket azt a 22-i évendelőt fogjuk nektek kiküldeni egy-két nappal, úgyhogy az nem lesz benne első körben az e-mailben, és, és ott pontosan ezen fogunk dolgozni, ezt is ma akarom nektek mutatni, hogy hogyan tudunk duplikálni, mert ezt úgy hívjuk, hogy duplikálni, hogyha valakinél látunk valamit, amit tetszik, azt úgymond energetikailag tudod duplikálni, beletenni a te kosaratba, és menni tovább az életbe, és csak gyűzögetni azokat a dolgokat. És én ezt látom, hogy na, látjátok, így tudunk sikeresek lenni, mert nem azt gondoljuk az életben valamiért, hogy valamit megváltoztatni az egy nagy jelentőségteli választás, és akkor ezt várjuk, és akkor majd megváltozik az életünk közben meg. Mi van akkor, hogyha az életünket megváltoztatni, ez nem egy nagy választás, hanem a mindennapokban minden egyes választás. És például legközelebb, amikor megjelenik benned az irítségérzése valakivel kapcsolatban, hogy te jó neki, hogy neki olyan van, kapja be, akkor nem kell elmenned abba az irányba, hogy irigy vagy rá, és akkor utálod őt, hanem, hanem lehet sebezhető magadról, azt mondod, hogy ó, oh, wow, oké, okay, mi ez. Létezhet az, hogy az jelent meg bennem, hogy, hogy amúgy nekem is lehetne ilyen, és nagyon sokszor azon, hogy azért leszünk irigyek, mert éberek vagyunk rá, hogy nekünk is lehetne olyan, de mi nem vagyunk hajlandóak adott esetben tenni azért a dologért, vagy valaminek lenni. És nagyon sokszor van ez, hogy egy személy energetikailag hajlandó valamit megtestesíteni, valami lenni, valamit választani, amit mi nem, mi azt mondjuk, hogy én olyat soha nem tennék. Szóval az összes ilyen sohát, ahol eldöntötted, hogy én azt soha, visszamenőleg az összes előző életedről, meg leginkább erre hajlandóak lennétek -e most elpusztítani, nem teremtetté tenni, Isten tudja hányszorosan. Köszi. Ugyanis minden alkalommal, amikor azt mondtad, hogy soha létrehoztál egy ilyen, egy ilyen blokkot az életedben. Mert hogy onnantól kezdve, hogy valami azt mondod, hogy so, én azt soha többé nem csinálom, akkor, akkor ha lehetőségek, amik annak a kapcsán jöhetnének be az életedbe, azok már nem fognak tudni megjelenni, mert az életünkben csak azokat vagyunk képesek meglátni, azokat a dolgokat, amelyek passzolnak az ítéleteinkhez. Hogyha neked van egy olyan ítéleted, hogy a pénzt, a pénzt nehéz megteremteni, vagy nehéz sikeresnek lenni, akkor ez az ítéleted, és csak olyan dolgok fognak tudni megjelenni a világodban, a valóságodban, amelyek passzolnak ezzel az ítélettel. Szóval a nehézségek fognak jönni. A könnyedség nem tud jönni, mert nem passzol ehhez az ítélethez. Ezért azok ott elkerülnek, mennek az elkerülő úton azok a dolgok, azok pedig szépen jönnek, csatornázódnak le hozzád, ami a nézőpontod. Szóval, hogyha megváltoztatod a nézőpontodat valamiről, akkor meg fog változni a valóságod és az életed is. Szóval mik azok a dolgok, amelyekről eldöntötted, hogy számodra nehezek, lehetetlenek? Mi az, amit te eldöntöttél a sikerről? valaki mondta azt neked valaha, hogy úgy sem leszel sikeres. Én emlékszem, hogy nekem ez inspiráló volt, de nem mindenkinek az. Nekem apa mindig azt mondta, hogy ha így folytatod a tanulást, akkor a Philips-be fogsz megrohadni három műszakban. Ezt szó szóval szerint így. És a Székesfehérvár mellett laktunk, és ott volt egy Philips jár, és akkor azt mondta, hogy ott fogok megrohadni három műszakban, és akkor én meg ott álltam, ez hát nem tudom milyen lenne, mert még sose dolgoztam ott, de nem hangzik túl inspirálóan azok alapján, ahogy mondott, szóval jó. Mm, továbbra sem érdekelnek ezek a tantárgyak, de oké. Okay. <laughs> És bennem azt keltette azt az érzés, hogy na hát tudod, mikor majd én megmutatom, de van, akiben ezek a mondatok azt keltik, hogy elerőtlenítik őket. És mivel nem vagyunk egyformák, meg az érzékenységünk sem egyforma, ezért nagyon fontos az, az életünkben, hogy nagyon éberek legyünk arra, mert egy-egy mondat, ami működik az egyik embernél, az a másik embert a porba tapossa és erre érdemes nagyon figyelni neked is mostantól. Odafigyelni a szavaidra, az, hogy mit mondasz, hogy mit teszel, hogy mit választasz az emberek körül, mert mindenkinek más az érzékenysége, mindenkinek más az, ami őt inspirálja, motiválja, előre viszi az életben, és ezért van az, hogy nincs itt egy egyetemes út, nincs nincs egy egyenes, kikövezett út a sikerhez, hanem ez mindenkinek nagyon egyéni, mindenkinek nagyon, nagyon speckó, Na, de az én kérdésem mindenkihez, hogy, hogy milyen lenne neked a sikereset, hát, ha most elengednél, elvonatkoztatnál mindentől, amit ebben az életben láttál, akkor téged, téged és talán a sikerszót most lefordítanám az örömre, meg a boldogságra, hogy mi az, ami téged igazán boldogá tenne, hogy mondjuk egy év múlva, két év múlva milyen lenne az az élet, ahol azt mondanád, hogy wow, de durva, hogy ez az életem. Wow. És szeretném, hogyha mindenki mai naptól kinyitná a kis varázsfüzetét, vagy bármit, nem tudom, nyissatok egy füzetet, lehet nicolett.com füzet, lehet boldog közösség füzet, lehet nevezel, aminek szeretnéd. És írjál magadnak egy ilyen váolistát. Wow Írj le magadnak egy füzetbe, hogy mi az, ami váó lenne ez a wow, de durva Úristen, hogy amit, amit, nem akarná, amire azt mondanád, hogy csípjen meg valaki. Valaki valahol csípjen meg, mert nem akarom elhinni, hogy ez az én életem. Hogy mi lenne az mondjuk egy év múlva, ha megtörténne veled, és akkor azt mondanád, hogy wow. És mi lenne ez, és írj egy listát erre, hogy mi lenne az, ami egy év múlva váó lenne. És nézzük, hogy mi az, ami Öt év múlva váó lenne, és mi az, ami tíz év múlva váó lenne? És csak enged szabadjára a kéréseidet, a, a gondolataidat, a, csak enged szabadjára a fantáziádat. Hogyha nem ebből a dobozból indulnál ki, ahol most vagy, hogy most mit van, most mennyi pénzt keresel, nem releváns. Nincs lehetetlen kérés. Bármilyen lehet az életed, egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Nincs korlátozás. Oké, okay, ez lesz a lényeg. Korlátozás nélkül kérhetnél. Végtelen mennyiségű lehetőségből. Őszintén. Ha nem számítanak a szüleid, a családod, de még a gyerekeid se, most senki nem számít, rólad van szó. Tudom, hogy számítanak, de most ebben a játékban nem számítanak. Akkor mi lenne váó? Wow? Egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, hogy mehetsz messzebbre, és ami jól esik. És csak ír le ezeket. És ez lesz a lényeg, ahonnan indultunk az elején, mert amúgy össze csapongok mindig, um, szerencsétekre, de sose felejtem, hogy honnan indultam. És ez a lényeg, hogy ha nem tudom, hogy mit szeretnék öt év múlva, ha nem tudom, hogy hova szeretnék eljutni, mi lenne váó wow nekem, amitől azt érzem, hogy élek, amire tényleg azt mondanám, hogy ez durva, hogy az én életem, de no, nem gondoltam volna, hogy ezt meg lehet teremteni, de szerintem ők se. Ahol túlteremted magadat minden nap, ahol nagyszerűbb leszel minden nap, mint tegnap voltál, nem jobb, mert akkor az ítéleted kell, egy legyen mögött, hogy ma nem vagy jó. Ma is nagyszerű vagy, de holnap még nagyszerűbb leszel. Ha nem tudod, hogy mi az az élet, ami élni akar benned, és ezt mondtam, hogy megy az életed, lemondasz magadról, levagdosod az összes részedet, de az az élet, ami élni akar benned, beköszönt időnként, hogy tik-tik-tik, buongiorno, itt van egy másik lehetőség, nagyon cuki vagy, hogy arra mész, az nagyon kicsi lesz ott és akkor az történik, hogy te csak mész arra, mész arra, mész arra, és jönnek a katasztrófák, jönnek a balesetek, jönnek a betegségek, jönnek a problémák, mész arra az élet, meg így próbálj mutatni, hogy haver, erre kéne menni, és bekopogtat időnként, és ez az én kérdésem, hogy te meghallod-e az életedet, amikor beszél hozzád, hogy te odafigyelsz rá, vagy hangosabb a fejedben a csörömpölés, a gondolkodás, a traumadráma, az érzelmek, a félelmek, a megzavarások, minden létezhet az, hogy ez mind abba akar téged megzavarni, hogy meghalt, mi valójában a másik oldalon az élet mit szeretne mondani neked. Szóval benned mi az az élet, ami élni szeretne? Mi az, ami már időről időre bekapok, hogy é, itt van egy másik lehetőség. És én azt gondolom, hogy a siker az ez, hogy elkezded felfedezni hogy mi az az élet, ami benned akar élni, mi az, ami csak belőle tud megszületni, és szerintem azok lesznek igaz, azok fogják úgy érezni, hogy sikeresek, akik élik ezt az energiát. És ez totálisan független attól, hogy mennyi pénzed van, hogy hol élsz, hogy mi a bőrszíned, hogy mi a nemed, hogy kit szeretsz, vagy kit nem szeretsz. Mert az lesz, hogy kongruens leszel önmagaddal, meg az életed energiájával, és mindannyiunkban rengeteg olyan csoda dolog van, amit csak mi vagyunk képesek megalkotni, megvalósítani ebben az életben, ebben a valóságban. És ez, a, ez az én kérdésem, hogy nagyon-nagyon-nagyon hangos-e a párbeszéd a fejedben, meg a csörömpölés, meg a zaj, létezhet -e az, hogyha ha azt elcsendesítenéd, akkor meghallhatnál olyan dolgokat, amit eddig sosem voltál képes és hogy hogy tudod elcsendesíteni az ajta fejedben. Az egyik az, hogy amikor ítélkeznél, akkor megkérdezed, hogy mi a jobb bennem, amit nem vettem még észre. A másik kedvenc eszközünk, amit sokan ismerhettek, az, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. És amikor ben vagy a fejedbe, agyazol, esténként nem tudsz elaludni, mert csak az akatól a fejed, hogy érzed, hogy itt ülnek a majmok, és így itt rágják a füledet, és mindig akarnak tőled valamit, akkor Fucking shut up! És csak mondok, neki, hogy és játszani ezzel, csak lengedni a fajdat, hogy oké, okay, minden az ellenkezője annak, aminek látszik, semmi sem az ellenkezője annak, látszik. Minden az és Azt fogja csinálni ez az eszköz, hogy segít el csendesíteni a fejedben lévő hangzavart. És amikor elkezd megjelenni ez a csend, amivel elsőre fura lesz, mert az egész életedben úgy éltél, -e, hogy megy a műsor, akkor azt fogod érezni, hogy ö, valami baj van, jaj, megállt minden, nem történik semmi, de valójában létezhet az, hogy abban a csendben történik a legnagyobb változás, hogy az a csend az, amit eddig kértél, az a változás az, amit eddig kértél. És akkor elkezd megjelenni ez a csend, akkor az életed el tud kezdeni beszélni hozzád, el tudod kezdeni meghallani, tudod őt kérni, hogy beszéljen hozzád. Hogy szóljon hozzá, hogy mutassa meg, hogy, hogy számodra, mit jelent a siker. És én ezért mondom, hogy szerintem a siker az egy változó dolog, szerintem vannak időszakok az életünkben, amikor az a siker, hogy jól tanulunk, aztán lehet, hogy az a siker, hogy, hogy szülők leszünk, és jó anyukák vagyunk, aztán azt is megtapasztaljuk, és akkor utána mi van még. És ez a kérdés szerintem, hogy itt és most neked mit jelent a siker mitől éreznéd magad annak, és tényleg mi lenne az az élet, ami, ami, ami nagyon inspiráló váó dolog lenne. És itt jön azonnal elindultam, hogy ha nem tudod, hogy milyen életet szeretnél öt év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, és az a klassz, hogy ez majd változni fog az út során, csak ez egy ilyen, nem egy, egy, konkrét cél, hanem, hanem így ott van elől a jövőben, tartok arra, de menet közben ez változhat, és akkor a vitorláimat ezt tudom majd alakítani. Szóval lehet, hogy mire odaérek kötém, valami ami tök másban leszek, de az az első energia vitt egy darabig. És ezt szokta mondani Geri Douglas, hogy ha nem tudod, hogy milyen életet szeretnél, akkor hogy választasz? Akkor nem tudsz itt választani. Szóval jönnek a lehetőségek, munka lehetőségek, és mi alapján választod, hogy ide menjek dolgozni, vagy oda menjek dolgozni, akkor fogod tudni eldönteni, vagy nem is eldönteni, csak választani, hogy merre menj, hogyha tudod, hogy hova tartasz. Mert azt fogod nézni, hogy itt van ez a két lehetőség, és melyik meccsel, melyik passzol azzal a, zene, azzal a jövővel, és oda tudod hozzá hogy ez, igen, ez nem, ez, jó, akkor megyek arra. És ez egy izom, ami egy, ez egy folyamat, szóval az a kérdés, hogy ha ezt választom, mi lesz az életem öt év múlva, Hogyha ezt választom, mi lesz az életem, én most oda rakni ahhoz a jövőhöz, hogy a, ah, oké, okay, oké, okay, én arra akarok menni. És, és tudván, hogy nincs rossz választás, mert mindig választhatsz valami mást. Elmész a munkára, és mégsem tetszik, akkor mondhatod azt, hogy akkor még jó ötletnek tűnt, oké, okay, next. És mehetsz a következőért, és a következőért. Manapság már sokkal nagyobb szabadságunk van ebben, azért gondoljatok bele, hogy mondjuk az én szüleim idejében azért ott inkább az volt a jellemző, hogy elmedek egy helyre dolgozni, és ledolgozták ott az egész életüket, mert hát nem mondták nekik sokan, hogy van választásuk, meg van egy másik lehetőség. Azért sokan voltak, akik, <gül> <gül> azért sokan voltak, akik nem simultak be a rendszerbe, akkor sem, rendszeren kívüliek voltak, de, de azért a nagy többség igen, és most azért mennyire szerencsések vagyunk ebben a korban, hogy hogy, hogy még soha nem volt ennyi lehetőségünk, és még soha nem volt ennyi választásunk. És én ezért állok mindig tátott szájjal azok előtt, akik. Mert, mert én nem egy olyan helyről jövök, ahol gazdagok lettünk volna, vagy egy egy teljesen átlagos családból. És és én úgy érzem mind ilyen alkalommal, ilyenkor, hogy, hogy na nekem aztán nem mondja senki, hogy nincs lehetőség, mert mert a, a létre legaljáról indultam, sőt, ha mondhatom, mínusz kettőről leginkább, és, és csak azt látom, hogy, hogy még soha, soha, soha nem volt a világon ennyi lehetőség, mint most. És a kérdés az, hogy azt nézett, hogy mi a rossz, mi a szar, mi a baj ezzel a valósággal, mik a rossz dolgok benne, vagy azt nézett, hogy mit adhatok ehhez a valósághoz, én a létezésemmel mit tudok megváltoztatni, és hogy hogy milyen más lehetőségek vannak itt, ami, amit még sose láttam meg. Én azt érzem, hogy kimaxoltuk ezt a ma reggelt, hát nagyon durva, nagyon sokan voltunk, volt egy 700-an. Váó, wow, köszi. Visszamegyek a ez Azért nem néztem a kommenteket, ne arra gudjatok, csak nagyon ilyen furán működik az elmém, szóval, hogyha meg úgy minden, hogyha így, csak így szemmel és rajta van a szemem a kommenteken, akkor úgy nagyon behúznak azok, és nem, tudok, nem, tudom úgy végigvinni azokat a gondolatokat, amiket nagyon szeretnék, úgyhogy majd csak most fogok visszamenni a kommentekhez, és ne haragudjatok emiatt. Csak gyorsan beleolvasok, hogy, hogy miket írtatok. Én, 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 pár dolgot hagy mondjak nektek még egyszer, szóval lesz ez az ingyenes, nagy országos energiahúzás programunk, és gyertek, segítsetek nekem abban, Léci, hogy minél többen legyünk. Nekem az az álmom, hogy tízezren legyünk, képzétek, hogy tízezren egy helyen vagyunk, egyszerre, együtt csináljuk ezt, az összekapcsolódunk egymással, együtt csináljuk ezt a, ezt a gyakorlatot, hogy ez milyen hatással lehet a világra, erre az országra, az életünkre, és hogyha te is azt érzed, hogy itt az idő változás, hogy itt, na, valaminek történnie kell, akkor ez az energiahúzás esemény, ez, ez, ez sokat fog tudni ebben segíteni. Úgyhogy, ha szeretnéd megváltoztatni a világot, és úgy érzed, hogy szeretnél ehhez hozzáadni, akkor szerintem mindannyian hozzá ehhez. Ez egy ilyen vezetett, játékos dolog lesz, és annyi, hogy regisztrációhoz kötött, mert egy titkos linken keresztül fog történni, és a, 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 annak a részletei pedig benne lesznek majd a regisztrációs e-mailekben. A titkos linket azt majd az esemény előtt fogjuk két nappal, egy-két nappal előtte fogjuk nektek kiküldeni. Érdemes majd megnézni a spam mappátokat, meg a promo mappátokat, mielőtt írnátok nekünk, hogy nem kaptátok meg a linket, mert nagyon sokszor valamiért ezek a levelek bekerülnek oda a spambe és a promócióba. Ezen kívül pedig ne felejtjétek, hogy nem sokára, már csak néhány nap igazából még egy kicsi, munka van a, az oldalunkon, hogy elindulhasson a könyv elővásárlása. Ez hamarosan meg fog történni, még ilyen technikai gebaszok vannak nálunk, nem a mi oldalunkon szerencsére, de onnan várjuk a megoldást tekes vonalon, úgyhogy ha az is megtörténik, akkor utána elindul a start, és meg lehet rendelni a könyvet. Érdemes lecsapni rá rögtön az elővásárlásba, mert tízezer példányt rendeltünk első körben, úgyhogy valószínűleg az idei évben csak ez a tízezer példányunk lesz. Hát azért csak a boldog közösség csoportban vagyunk 12 ezeren, úgyhogy szerintem ez nem lesz egy nagy. Nem fog, csak a brilliáns tagságban vagyunk 2000 úgyhogy szerintem gyorsan el fognak tűnni, vagy fogyni a könyvek. Úgyhogy érdemes majd lecsapni rá. Én most annyira szeretném nektek megmutatni a borítónak, ott van kinyomtatva, de nem tudok értem most oda menni. És e, majd figyeljetek, nagyon, nagyon fogjátok imádni, azt garantáltam, hogy gyönyörű kis könyv lett, tényleg nagyon sokan dolgoztunk rajta, hogy minden apró részlete nagyszerű legyen, és, és lesz egy csodás könyvnyitónk majd szeptember 30-án a Merriott Hotelben, és még egy nagy meglepetésünk van, ugyanis ugyanazon a napon egy fantasztikus egynapos számítal készülünk nektek, abszolút elérhető áron, direkt ez volt a cél, és négy, vagyis hát rajtam kívül három fantasztikus előadóval, akiket ti garantáltan imádni fogtok, és ismertek is jól, de nem lőjük le a poént, én sem lőjük le a poént, hogyha rajta vagytok a hírlevél listánkon a hu.nicolet.com per hírlevél oldalon föl tudtok iratkozni, akkor ott Általában küldünk inspiráló leveleket, és abban általában megírjuk nektek a részleteket, úgyhogy érdemes csatlakozni hozzánk. nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy ma reggel is velem tartottatok, és hogy mindig itt vagytok, 120-an, és még mindig csak mondom a magamét, szóval nagyon köszi, hogy vagytok, és még annyit megírnátok nekem, hogyha van kedvetek, hogy hogy érzitek most magatokat, hogyan tetszett ez a mai live, és csak csak meséljetek, hogy milyen volt, vagy hogy hogy éreztétek magatokat, tetszett -e. És a másik dolog, hogy szeretnétek-e, hogy nem tudom, havonta indítsunk ilyen sorozatokat. Ó, oh, és várjatok, nem jöttek soha, a lényeget el sem mondtam, hogy elvilág, ha minden jól megy, csak most annyi minden történik egyszerre. Szeptember 1 indul az új podcastom, egész pontosan a nikolett.com-nak az új podcast csatornája, ahol több műsor is lesz. Lesz az a Krisznek lesz saját bizniszzel kapcsolatos podcastja ezen a csatornán belül, nekem pedig a könyvvel kapcsolatos Mi az az élet, ami élni akar benned heti podcast műsorom, ami majd ki fog menni eleinte a YouTube-ra nem, ha jól tudom, de az összes podcast platformra, meg fent lesz a weboldalunkon is, hogyha bent vagytok a Boldog Közösség csoportban, vagy követtek minket a Facebookon, vagy az Instán, ráadásul fent vagyunk az Instán is, akkor ott meg fogjuk veletek osztani a podcast epizódokat. Ha jól tudom, az én podcastom minden szerdán délután négykor fog kijönni, úgyhogy mikor szerdán kiléptek az irodából, vagy a munkából, akkor a kocsiban, vagy a villamoson hazafelé meg is fogjátok, vagy biciklizés közben meg is fogjátok tudni hallgatni. Ez a műsor most csak a sajátom lesz, egyedül fogok benne mindenféléről mesélni nektek. Próbálom majd az elején lekövetni így a könyvnek a, az epizódjait, hogy egy picit betekintést mutassak nektek, hogy miről is lesz szó a könyvben, de aztán később fogok hívni vendégeket, és nagyon érdekes előadókkal, vendégekkel fogok beszélgetni arról, hogy ők hogy fedezték fel azt, hogy mi az az élet, ami bennük akar élni. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom, örülök, azt írja az Éva is, hogy elképesztően feltöltöttem tőle, nagyon-nagyon jó volt ez az óra, nagyon örülök neki, majd annyit írjatok még, hogy könnyebbnek érzitek-e magatokat megjelente bennetek a lehetőségek érzete, hogy érzitek azt, hogy á, lehet, hogy tényleg mégiscsak van itt valami, amire képes vagyok én is, és meg tudom teremteni. Remélem, hogy, hogy, hogy így van. Ezeket a videókat meg fogjátok találni a YouTube-on is, hogyha felmentek már kapásból a live után, akkor a YouTube-on a live fülecske alatt ott is lesz a link, de egyébként a Berni vissza fogja nekünk tölteni, csak simán és föl, aki lejátszási listába is. Fölkerül a soundcloud is még a mai napon, úgyhogy ha szeretitek vonatozás közben hallgatni, és nem szeretitek, hogy kép kell hozzá, akkor a Soundcloud appot letöltve, nicolett.com-ot megkeresitek, és föl lesz oda is töltve, de nyugi, fent marad a Facebookon is, és természetesen fent marad a Boldog Közösség csoportban, úgyhogy ott is bármikor vissza tudjátok nézni. Azt írjátok, hogy miattam keltetek korán, hát akkor nektek egy titkot, ezt nem mondjátok el senkinek. Ma délután megyünk a Szigetre, mert biliális koncert lesz, és jön a Veronika, meg a Csajok, a Perla, meg a Zara, és akkor így megyünk a Krisz, a tesóim, vagy a tesóm és a gyerekek, és hát megyünk ma délelőtt, sok a munka, meg megbeszélések lesznek, és utána megyek értük Csákvárra, aztán jövünk vissza Budapestre, és irány a sziget, de már nem volt időm elmenni kaját venni, úgyhogy rendeltem tegnap este kiflit, és ma reggel úgy rendeltem, hogy hat és fél hét között és gondoltam, hogy 5 óra 55-kor felébresztem magam, beleugrok egy melegítőbe, és itt fogok ülni 6 órakor, és a kiflis felcsengetett a lakásba 5 óra 54-kor, úgyhogy egy kisebb szívimfortussal keltem, de még 6 óra 15-kor zakatolt a szívem, úgyhogy nyugi, én is miattatok keltem ilyen korán, vagy hát a kiflis miatt, de hogy igazából magunk miatt. Az volt a félemem, hogy ha elkésnek a kiflivel, akkor bele fognak ide csengetni a mai világba, ezt nem akartam, úgyhogy nagyon viccesen indult az én napom is, hogyha visszagondolok rá, még most is elkezd zakatolni a szívem, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok velem ilyen korán, hogy felkeltetek miattam, de leginkább magatok miatt, és köszi, hogy vagytok, és ne feledjétek, óriási hálám lenne, hogyha megosztanátok esetleg másokkal is ezt a videót, akár a saját social felületeiteken, de hogyha elkülditek SMS-ben a linket, azért is nagyon hálás lennék, hogyha betegedítek a barátaitokat itt alul. És ne feledjétek, hogy akkor találkozunk legközelebb személyesen így élőben, mármint, hogy online, úgy értem, de nem felvételről, a, a, nagy országos energiahúzáson, ami szeptember, vagy szeptember, Na már hol jár az eszem? Augusztus 22-én este 7 órakor lesz, regisztráljatok, várunk benneteket a csapattal, köszönjük, hogy vagytok nekünk, itt vagytok velünk, velünk tartotok, és csodás napot nektek is. Hát akkor sikerre fel! Sziasztok!